Hello, sziasztok! Köszöntelek benneteket a csatornámon. Az újabb etapját hoztam nektek a diétámnak, ami ugye az elmúlt 3 hét volt, mert pont most megint szombaton lesz majd váltás, viszont ugye ennek csak a nyaralós verzióját tudtam nektek prezentálni, mert ugye mind a két elmúlt hétvégén el voltam ugye üdülni, egyszer ugye Fédrával, egyszer meg Petivel, és nem volt időm elkészíteni nektek a videót, mert a hétköznapok is maromira rohanósak voltak, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ahogy tudom, megcsinálom, aztán ti úgyis, én azt vettem észre egyébként, kapok visszajelzéseket, hogy páran elkezdtétek, és ennek tök örülök, de hát ugye így késve is, úgyhogy nincsen ezzel semmi probléma. Egyébként még elég megengedő volt most az étrend, vagy lesz, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert ugye nektek csak most fogom ugye bemutatni. Viszont már egy picit csökkentettem a szénhidráton, tehát az induló 130-hoz képest most már csak 110 volt előírva, vagy van előírva. Viszont el kell mondanom nektek, hogy én többször is éhes voltam, és az adott étellistából, hogy úgy mondjam, amiket fogyasztunk, én sokszor volt, hogy többet ettem, mint ami elő volt írva, és nagyon szuperül száradok. Tehát úgy érzem, hogy szerintem elkaptam most a fonalat, és eljutottam már oda így a 7. felkészülésemnél, hogy már nem feltétlenül muszáj a szabályaimhoz ragaszkodni, hanem az adott napi állapotomból el tudom dönteni, hogy mennyi ételt egyek, engedjek-e annak, ha éhes vagyok. Ha éhes vagyok, akkor is szénhidrátot egyek, fehérjét egyek, vagy fehérje, szénhidrát, vagy mit tudom én, csak fehérje és zöldségek, stb. Viszont nagyon sokszor én a zsírt emeltem meg, és a szénhidrátot, és voilà, semmi problémám nincsen. Viszont sokkal aktívabb vagyok, mint tavaly voltam, tehát a napi aktivitásom sokkal több, több a lépésszámom, többet mászkálok. A kardiót azt viszont érdekes módon valahogy most annyira nincsen kedvem ez a benti szobabiciklizés ez egyelőre, hanem ugye mivel hogy a lépésszámomat növeljem, sétálgatok, ezért mivel van ugye okos órám, ezért nézem a pulzusomat, és nagyon sokszor meg tudom oldani, hogy aerob zónába sétálok, inkább gyaloglásnak mondanám, tehát azzal már le tudom a kardiózást is, mivel hogy teljesen frankon működő képes a dolog, és ugye látom magam, hogy szépen pucolódok, még van hátra egyébként 9 hetem. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jól haladok, és szerintem meg lesz az, amit szeretnék majd ugye október, most meg nem mondom 14 vagy 15-e szombati nap, de addigra, amikor prezentálnom kell, úgyhogy hozom nektek a recepteket mindjárt. Azt még elmondanám, hogy az edzéseim azok ilyen nagy részt olyan körülbelül másfél órásak, most már csináltam szetteket is, persze van, amikor csak egyenes sorozatokat csinálok, nem nincsen semminek se társa, hanem egyszerre egy gyakorlat végzés van. Ez attól függ, hogy aznap milyen energiaállapotban vagyok. Amikor pörgősebbnek érzem magam, akkor szettezek, szuperszett, triszett is akár előfordul. A lábedzéseim azok viszont nagyon lassúak, de én úgy látom, hogy hozott fejlődést, úgyhogy ezzel is elégedett vagyok. Én még a vádlimon is látok némi változást, de mindig megnézem, nekem nagy kedvencem Hetty Boyle, és nem egyszerűen, amikor látok egy kis fejlődést a vádlimon, és megnézem Hetty-t, mindig rájövök, hogy mi az Isten akarok, de tényleg mi az Isten akarok ezekkel a virgácsokkal, nem tudom. Na mindegy, ezt csak így zárójelben megjegyeztem, hozom nektek a recepteket, és nézzétek. Ja, és leírásban ott lesznek megint a pontos adatok, de el is mondom a videóba, tehát hogyha valaki szeretné, nem kell végignézni a videót, ott megtaláljon, majd legörgetitek itt a leírást, itt a videó alatt, és akkor ott le van írva gramra pontosan, hogy melyik nap miből mennyit lehet fogyasztani, vagyis mennyit fogyasztok előírás szerint. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és jöjjenek a receptek! Az első reggelink, ez ugye ez a marhás babos történet, a jelenlegi étrendben úgy van, hogy 150 g a marha. Szerencsére tudok szerezni mostanában házi vágásból, úgyhogy ez tök frankó. 80 g a vörösbab, ebből a globuszost használom, amelyik ilyen bio. Hát lehet, hogy mindjárt meg is mutatom nektek. Ez. Ez egy ilyen kis
adalékanyagmentes verzió. Aztán 100 g paradicsom van még itt, és akkor mutatom a fűszerezést, fekete Himalája só, ez a Jim Beam-es. Őszintén csak azért vettem a fekete, kicsit izgibb, van egy kis kénes illata. Aztán nagyon szeretem hozzá a csirisbab fűszerkeveréket, nekem ez bevált. Szárított fokhagymát is, ilyen granulátumot fogok beletenni. És én nagyon szeretem bele az oregánót. Úgy néz ki a dolog, hogy összepárolom az egészet, azt hiszem, hogy kétszer szoktam hozzá extra vizet tenni, hogy tényleg megpuhuljon minden benne. Így néz ki elkészülve ez a marhás ragu. Pont jól lehet vele lakni reggelire egy hölgynek szerintem. És még szénhidrát is van benne, ugye a babba és a paradicsomba van egy kevés. Mai harmadik étkezés a pad thai. Egy picit már variáltam az összetevőkön meg a mennyiségeken. Ezt a rizstésztát használom most, ezt felfedeztem a Tesco-ba, nincsen benne csak rizsliszt és víz. 40 g-ot nekiálltam főzni, aztán van 100 g csirkemell, már begyújtottam alá, és van a Jim Beam-nek ez a bio extra szűz avokádó olaja, ezen pirítom meg. Tényleg csak egy picikét adok hozzá, és majd ugye amikor kiemeltem a csirke mellett, akkor fogom ezen megpirítani a maradék zsiradékon a többi dolgot. Szükségünk van hozzá még 15 g natur magyaróra, földi magyaróra, ezt is pirítom majd, ezt én ilyen olivasprén szoktam, épp hogy csak kifújom a serpenyőt. Amit még pirítani fogok, 50 g sárgarépa, 50 g kaliforniai paprika van, egyrészt fokhagymát összezúztam, és van itt 25 g újhagyma. 20 g magyaróvajporból fogok csinálni víz hozzáadásával egy ilyen jó híg magyarószószt, ezt fogom majd a végén rátenni. A legvégén tálaláskor, vagy hát amikor belerakom a dobozba, akkor szoktam friss petrezselymet és egy kis citromlevet hozzáadni, és ugye majd egy tojást így hozzásütünk. Amivel ízesítem, az só, ugye megint ezt a Himalája sót tettem ide, akkor egy evőkanálni kell ebből a szójaszószból, ez az egy szójaszósz van, amit találtam a Tesco-ban, amiben nincsen cukor. És hát így nagyjából ennyi, és akkor majd mutatom a kész ételt. Nem nagyon ízlik, én nagyon szeretem, főleg, hogy ugye hozzátettük most már a sárgarépát, így még finomabb a dolog. A borsot azt elfelejtettem mondani, én ilyen őrlőset szoktam használni, mert azt is tettem bele. Így néz ki a pad thai. Tényleg nagyon lazára kevertem a magyaróvajport vízzel. És ilyenkor szoktam rátenni egy kis citromot. És frissen facsartott. Úgy. Pirított magyaró. Hát egy picit oda kaptam az egyik felét. Ez is ment rá. És a friss petrezselyem. Szerintem ez az egyik legjobb kaja az egész diétában, én nagyon szeretem, amennyire lehet, benne fogom tartani, majd maximum az arányokat változtatom. Nagyon finom egyébként, érdemes kipróbálni, egy picit szárazabb, mint az eredeti nyilván, de szerintem nagyon kellemes íze van. A második étkezésünk egy rizskása lesz, amiben 25 g rizsdarab került, én ezt a bioboltba szoktam venni, de a DM-ben is van már rizsdarab. De rizst is ledarálhattok, és akkor az is tökéletes. Akkor van itt 25 g natur fehérjebor. Én ezt használom, a Jim Beam-nek ezt a True Way-ből az ízesítetlen verziót. Aztán van benne 3 g kókusz chips, meg 20 g máfonya. Teszek hozzá egy kis vizet, és puhára fogom főzni. Mutatom majd a végeredményt mindjárt.
Ilyen állagúra szoktam a rizskását készíteni. Hogyha csomósabb a dolog, akkor egy picit olyan, mint a túrós lenne, ilyen rögös túrós. Egyébként lehet elrakni egy kis fahéjat, lehet, hogy én is teszek, mert egyébként attól függ, hogy milyen napon van, milyen kedvem van, hogy igénylem-e rá, mert én nekem a fahéja az hol ízlik, hol nem ízlik, úgyhogy... De most én úgy nézem, hogy lehet, hogy teszek rá majd egy picikét. A negyedik étkezést majd kicsit másképp készítettem el, mint ahogy szoktam. Van itt 200 g cukkini, amit úgy csináltam, hogy mint ezt a cukkini tésztát, csak nekem nincs ilyen vágó eszközöm hozzá, úgyhogy késsel igyekeztem minél keskenyebb csíkokra felvágni. Forrásba lövő vízbe körülbelül 3 percig főztem, és utána leszűrtem. Csirke mellett egy kevés avokádó olajon megpirítottam 100 g-ot ezzel az olasz fűszerkeverékkel. Aztán 50 g avokádót széttörtem, tettem bele fokhagymaport, sót, meg szárított medvehagymát, és egy kis vizet, és abból lett egy ilyen kis öntet, és 25 g kesudiót megpirítottam egy nagyon pici olivasprével, és akkor ez lett belőle. Elég éhes vagyok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ízleni fog. A mai ötödik étkezésemet már láthattátok, ez annyira bevált, hogy ezen igazából nem változtattam semmit. Van itt 130 g sertés szűz, amit egy pici brassói fűszerkeverékkel, sóval és extra szűz avokádó olajjal így összedörzsölgettem, és akkor megsütöttem mindkét oldalát. Úgy kell, mint a steaket, tehát így hirtelen, és nem, tehát az a jó szerintem, hogyha nincs teljesen átsütve, mert akkor egy kicsit olyan, mint a cipőtalp, viszont így nagyon-nagyon finom tud lenni. Aztán van itt 100 g sárgarépa és 100 g fehérrépa, amit most úgy csináltam meg, hogy megfőztem egy kis sós vízbe, aztán leszűrés után még egy kicsit megsóztam, és van 8 szem olívabogyó is hozzá. Ez a napom, ez ugye a kett csütörtök szombat, itt a kalória az úgy alakul, hogy 1892,6, a fehérje a 168,5 g, a zsír az 77,4 g, és a szénhidrát a 112,2 g. Mutatom is a vasárnapi szerdai nap első étkezését. Hát szerintem már ezt megszokhattátok nálam. Van itt 100 g lazac, amúgy 80 g van az étrendben, most már tényleg átírom, mert nagyrészt 100 g-os csomagokat lehet kapni. Aztán van itt 30 g jégsaláta, 50 g retek és 100 g paradicsom. Szerencsére innen-onnan szoktam kapni házit, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon finomak, és csak annyit csináltam, hogy megsóztam itt a zöldségeket, és tettem rá friss petrezselymet, úgyhogy alig várom, hogy megehessem. Egy nagy kedvencem a most következő étkezés, ez palacsinta, persze nem olyan finom, mint az igazi, vagyis hát inkább azt mondanám, hogy a hagyományos, de egész jó kis ízélményt tud adni egy diétába. Turmixgénbe szoktam megcsinálni. Én ezt a tojásfehérjét használom hozzá, ezt a Jim Beam-est, mert hát örülök, hogy van egy ilyen lehetőség, ez az egyik, a másik pedig nem szeretem a sárgáját kidobni. 50 g van a tojásfehérjéből, 50 g az almából. Van itt zappahely, ez a Jim Beam-es apró szemű zappahely, ez 30 g. És a natúr fehérjepor, amit már mutattam, ez a Jim Beam-es Truvey-nek az ízesítetlen verziója, ezt is beletesszük. És akkor némi vízzel ez lesz a palacsintának a tésztája, és a krémje, az pedig itt van már, a 30 g avokádó van benne, ilyen puha, 3 g holland kakaópor, ez a zsírszegény verzió, és a Jim Beam-es magyaróvajporból 40 g van benne. És a palacsintákat ugye ezzel az olívasprével kifújt serpenyőbe fogom sütni, de mindjárt mutatok egyet, hogy hogy néz ki. Először is kifújom a serpenyőt olívasprével. Mehet bele a
palacsinta, általában 4 darab készül belőle. Arra nagyon kell figyelni, hogy csak akkor fordítsátok meg, amikor már több följött a széle, jó? Mert könnyen szakad az abból készült palacsinta, nagyon könnyen szakad, úgyhogy amikor már tényleg nagyon szilárd, akkor érdemes megfordítani. Elég jól hozzá lehet szokni, hogy ezzel hogy viselkedik ez a tészta, de azért kell némi gyakorlás hozzá, én úgy gondolom, de mivel én már évek óta próbálkozom ezzel, ezért nálam nem nagyon szokott gond lenni belőle. Végül 5 darab palacsintát csináltam, gondolom egy picit sok lett a víz, úgyhogy igaz, hogy az ötödik egy kicsit csöves lett, de azért meg lehet enni. Vannak rajta lukak, hiányos, de teljesen jó. Ezt a tölteléket, amit itt most láttok, hogy kenem, ezt úgy kell csinálni, hogy összenyomkodjátok az avokádót, összekeveritek a kakaóporral és a magyaróvajporral, és annyi vizet tesztek hozzá, így szépen fokozatosan, amivel ilyen kenhető állagot kaptok, és akkor úgy néz ki a sztori. Már olyan nagy gyakorlatom van benne, hogy már itt jók a palacsinták is, meg jó a krém is. Mondom, nem kell egy édes ízélményre várni, mert ugye édesítőszert nem használunk. De finom. Tehát finom, nem édes, hanem érezni az avokádó ízét, érezni a kakaópor ízét, a magyaróvajpor ízét. Én szeretem egyébként. A harmadik és a negyedik étkezésem egyforma, úgyhogy én megint egybe elkészítettem. Főztem 50 g rizstésztát, aztán 200 g csirke mellett pirítottam avokádóval, nagyon sóval, majd adtam hozzá 400 g cukkinit, és egész addig pirítottam, amíg a cukkini szépen összeesett, ilyen normális mennyiségre. És vannak ezek a DMS bébi ételek, én ebből olyat szoktam választani, amiben se búza, se tejtermék nincsen. Ez most speciál a répa, mindjárt mondom, édesburgonya és marhahúsos cucc, és ez rámegy az egészre. Nagyon sokan kérdezik az Instagramon, hogy ez miért kell rá. Hát azért kell rá, nem kell rá, hanem finom, és nagyon természetes, és azért választottam ezt. De hogyha valaki még természetesebb verziót szeretne, és ízesítené az ételét, illetve szeretné, hogyha nem lenne annyira száraz a csirke, akkor esetleg azt lehet még csinálni, hogy úgy, mint a vadasnál, hogy előfőz mindenféle zöldséget, leturmixolja, megsózza, és az lesz a szósz. Most nyilván, mivel a babáknak készült ez a bébi étel, ezért ez sincsen sózva, úgyhogy én eléggé megsóztam itt mindent, hogy jó íze legyen. De lehet, hogy majd utólag kell egy picit sózni rajta. Ha megyek valahova, szoktam vinni sótlan, hogy gáz legyen. De nem szeretem a sótlan, de ráérek majd az utolsó 3 napba sótlan venni. És akkor megy rá majd a rizstészta is. És akkor összekeverem, és akkor ugye elfelezem, és akkor az egyik ebéd lesz, a másik pedig uzsonna. Akkor ennyi az egész. Igyekszem időnként változtatni az elkészítési módokon, hogy még kevésbé unalmas az étel. Persze nyilván, aki versenydiétázik, az bárminek örül, tehát ugyanazt teszem, de mégis más formába. Szerintem azért ez tud adni némi pozitívumot. Na, tehát így van, kész a sztori. Így néz ki. Általában tök finom, legalábbis nekem ízlik, fogalmazzunk így. Elérkeztünk a mai nap 5. étkezéséhez, aminél egy picit kellett módosítanom, mert észrevettem, hogy múltkor megettem a retket, és nem gondoskodtam arról, hogy pótoljam, de ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy az alap élelmiszerekből, ugye, amik benne vannak a diétában, azokból választok körülbelül olyan mennyiségű szénhidráttal, illetve zsírral, mint amit ki akarok cserélni, és akkor úgy néz ki ez a dolog, hogy 2 tojás van benne,
25 g cashew-dió, 50 g retek, helyette ugye ide raktam 50 g paradicsomot, ami ugye házi, és 50 g uborka, kígyó uborka. Ez a mai nap, ez a szerda vasárnap, és itt úgy néz ki, hogy a kalória 1529,8, a fehérje 140 g, a zsír 51 g, és a szénhidrát 111,3 g. A mai napra gyors leszek, mert ma már munkanap van, úgyhogy mutatnám itt, hogy mit alkottam. Ez ugye a mai első 4 étkezésem, hogy úgy mondjam, tehát az ötödik még nincs itt. Reggelire van 2 tojás, 2 egész tojás, és 93 g tojásfehérje lé, ez a Jim Beam-es. Azt hiszem, hogy 3 tojásfehérjének a gramszerű méretezése, vagy mennyisége, vagy nem tudom, hogy mondjam, így korán reggel. Aztán van itt 80 g marhahús, amiből csináltam egy húspogácsát, és ezzel a kotányis olasz fűszerkeverékkel, ezzel a őrlővel tettem rá egy kis ízesítést, és van 100 g kovászos uborka, ez a reggeli. A második étkezésem az 4 szelet puffasztott rizs, 20 g áfonya, és van a Jim Beam-nek ez a mogyoró vajpora, abból kellett 30 g, és felkevertem egy kevés vízzel, és így lett belőle egy kenhető mogyoró vaj, ami ugye sokkal alacsonyabb zsírtartalmú, mint az Origi mogyoró vaj. Aztán a harmadik étkezésem 100 g csirkemell, amire klasszikus grill fűszersót használtam, ezt a kotányit, 180 g főtt édesburgonya, amit kikevertem sóval és szárított medvehagymával, és 100 g paradicsom, és a negyedik étkezésem az 70 g főtt bazmati rizs, 100 g ugyanolyan csirkemell, mint az előző étkezésnél, 30 g jégsaláta és 80 g reszelt répa. Ez az ötödik étkezésem lesz. Ebben van 30 g jégsaláta, 100 g paradicsom és 50 g avokádó. Az avokádót azt összetörtem egy picit, tettem hozzá szárított medvehagymát, sót és fokhagymaport, és ennek a tetejére jön egy kis tonhal. Én ezt a Jim Beam-es szoktam használni, 80 g-mal számoltam, de 120 g-os elvileg. És igazából én úgy vagyok vele, hogy a fehérjéből, hogyha több kerül bele, az nem probléma. Szénhidrát zsírnál már igen, de a fehérje az ugye, mivel az izmok megtartásába, izmok fejlesztésébe nagy szerepet játszik, ezért úgy vagyok vele, hogy az, ha több, az nem baj. Meg akarom nektek mutatni, egyébként azért rakom rá így most a kamera előtt, hogy mennyire gyönyörű ez a tonhal, én nagyon szeretem. Picit leöntöm róla a vizet. Ugye ez a saját lés verzió. Tehát ennyire gyönyörű. Egyben vannak a darabok. És ízletes is nagyon. Nyilván az olajos azért egy kicsikét finomabb, de ez is tökéletes. Ugye egy diétázó az ne válogasson már ennyire. Így is nagyon nagyszerű ételeket eszünk szerintem. Tényleg nagyon finomak. Persze ízlésük is pokolok. És akkor ugye ez a vacsora. Akkor adom a dobozt a macskuszoknak, mert itt üvöltöznek ilyenkor. Na és akkor mondanám, hogy a mai napunk, ez ugye a... talán a hétfő péntek, azt hiszem. Már kicsit meg vagyok itt kavarodva. Ez 1431 kalóriás. 132,3 g a fehérje, 43,5 g a zsír, és 110,2 g-ot számoltam szénhidrátra, tehát ez a napi összesítés.